Sziasztok, én Kína vagyok, és ez egy újabb segítek nektek videó lenne igazából, mert kaptam ugye kommentben hát ötleteket, hogy mégis miből kéne csináljak videót, amit ugye nem tudtok, és jött egy ilyen komment, hogy mindjárt mondom is, hogy léci, csinálj olyan videót, hogyan tesszük be a videó elé olyan képet, mint én. Nem ugyanolyat, csak hogy kell. Na most szerintem igazából te arra gondoltál, hogy teszem be az intrómat? Vagy intrónkat? Igazából hát ez iszonyat egyszerű. Egyébként itt azért nem látszik ilyenkor semmi, mert ugye két monitorral csinálom, és azért. Hát ugye az van, hogy először is kell egy vágó program. Ugye szépen megfogod az intrót, és azt húzod legelőre. Tehát, hogy ez így... ennyi. És hát utána meg szépen behúzod a videót. Most igazából nem tudom, mit húzzak be. Behúzom, mit tudom én, a hardcore-unkat például. Hát most teljesen mindegy, mondjuk ennek is itt van az elején az intro, de az tök mindegy. Szóval így, ugye a végére ugye az outro jön. Így szépen bevágom az outrót is. Nyomatok egy audiót és egy videót, tracket, és ide fölé behúzom a videót. Ugye kivágok belőle egy részletet, és ti ebben a keretben azt látjátok. Úgyhogy, ja, ez így szokott működni igazából. Ugyanez van Movie Makerrel is, mondjuk az most pont nincs a számítógépemen, viszont azt is ugye először behúzzátok az intrót. De nem is feltétlenül az intrót húzzátok be igazából, mert a videó elé tehettek akár egy képet is egy zenével. Tehát nem kell ennek ilyen mozgó animáció cuccnak lennie, hanem akár egy kép is lehet, tök lazán. Meg minden, úgyhogy hát szerintem igazából te erre voltál kíváncsi, hogy ez most így hogy is van. Először az intro, utána megjöhet a videó. Utána az outro, hogyha még ennél is igényesebb dolgot akarsz csinálni. És hát akkor így körülbelül ennyi. Úgyhogy ja. Hát ha van olyan dolog, amit esetleg nem tudtok a videóvágásról, szerkesztésről, effektelésről, akármi, vagy Minecrafton belül, játékokon belül, akkor ezt írjátok meg ide kommentbe, és akkor megpróbálunk Ronival válaszolni. Igazából ezt a segítünk nektek, vagy segítek nektek sorozatot, ezt igazából egyedül szoktam csinálni. Mármint az ilyen vágásos dolgokat, meg ilyenek. És hát, ja. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok le a csatornánkra, és kommentbe, hogyha van valami, akkor írjatok. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, sziasztok!